Igazából azt hiszem, hogy szerintem az építésekre azt gondolják, hogy az egy jó dolog, mert ugye ha azt veszük, olyan épületeket terveznek és építetnek meg, amit az emberek minden nap használnak, úgyhogy gondolom pozitív a vélekedés róluk. Tulajdonképpen a semmiből csinálnak valamit. Egyik ismerősöm oda jár és szívrendesen, ennyi a véleményem, de biztos, hogy jó szakma, én még nem csinálnám. Mondjuk elég nagy különbséget látok így a hogy mi tetszik az építészeknek, és mi mondjuk a laikusoknak. Én úgy gondolom, hogy becsülik őket, mert sokat tudnak, sokat tanulnak, és végül is nagyon sok ember biztonsága múlik azon, hogy egy ház hogyan épül meg egy épületnek. Nem nagyon vesznek róluk tudomást, mert eléggé háttérbe húzódnak szerintem. Például a csúszások, hogy nem fejezik be időben a projekteket például, hogy költségvetésileg is, ugye, hogy nem maradnak a terven belül. Eddig az a nagyon csekély számú építésznek tanuló ismerősöm jut eszembe, akiket 3 hónapig nem lehet elérni, mert makettoznak és rajzolnak, és nem tudnak még egy sört sem meginni velünk nagyjából. Én el tudom képzelni, hogy valakinek ez a gyerekkori álma, tehát legózás közben jön neki az az ötlet, hogy ő nem csak a legókat szeretné építeni, hanem szeretné nagyobbba is. Gondolom, hogy szereti az épületeket, meg szereti a fizikát is, és azt gondolom, hogy nagyon jó logikája kell, hogy legyen. Meg sok esze, és iszonyatos, és végtelen kitartása. Ez nyilván azért egyénenként eltérő, hát különböző motivációkat tudok elképzelni, tehát egyrészt ez is alkotó tevékenység, az ott esetben tud művészi tevékenység lenni. Valakit adott esetben motiválhat az mondjuk, hogy nem tudom, jó reál dolgokból, és akkor ez egy olyan szakma, amivel azért lehet jó pénzt keresni. Hát valószínűleg vonzza az alkotás, azért ez tényleg egy olyan dolog, ami tiszteletre méltó. Tehát így társadalmilag is elfogadott és tisztelt. Gondolom vonzza a kreativitás. Végül is, aki szeret ezzel foglalkozni, struktúrát elmével rendelkezik, és valami azt hiszem kreatív is, annak érdekes lehet nyilván szóval. Aki tud rajzolni, ugye nem feltétlenül megy el ilyen képzőművészetire, vagy bármire, hanem inkább itt bontakoztatja ki a tehetségét. Jó az ízlése, felelősségteljes, és jó tanuló az egyetemen. Szerintem mindenképpen csapatjátékosnak kell lennie, tehát az embereket tudni kell motiválnia egyrészt. Logikus gondolkodás, kitartás. Egy jó lapos segg, amire leülhet jó sokáig. Kreatív, állandóan motivált és újat szeretne csinálni, de hát valamilyen szinten, nem is tudom, hát alkalmazkodni is kell az igényekhez. Szerintem az fontos, hogy ne az, hogy most akkor csak modern épületeket építünk, vagy tervezzen, hanem ugye a régieket is azért vegye figyelembe. Tulajdonképpen úgy viszi keresztül szerintem a saját gondolatait, vagy a saját ízlését, hogy az másoknak is tetszem. Nyilvánvalóan nagyon szerteágazó a tervezéstől a kivitelezésig, rengeteg munkafolyamat van, úgyhogy... Föl kell megiszni a kávéját, azonnal beruhan az irodába, egy nagyon szép, dizájnos irodába. Minden tele van ilyen papírtekercsekkel, meg számítógépekkel, a legmenőbbek, plazma TV, ilyesmi. Biztos kimegy a terepre, megnézi, hogy mi a helyzet, hogy alakulnak a dolgok. Egyáltalán mielőtt elkezd tervezni, és megnézi, hogy hova lesz majd ez az épület, tárgyal egy csomót. Ugye vannak akik így a téglát egymásra teszik, tehát a fizikai munkát végzik, akkor vannak azok, akik ezt a kreatív munkát végzik, amiről beszéltem, akik megtervezik az épületet, úgyhogy sokféle ember. Van egy iroda, ahova be kell járni megbeszélésekre, viszont dolgozhat otthon is, hogyha úgy gondolja.
Nyilván, mint kb. Minden szakmának egy részét az önmenedzsment teszi ki, tehát, hogy önmagával kapcsolatot kell tartani a különböző emberekkel a projekten, ha egy projekten dolgozik, akkor egy projekttel kapcsolatban. Egyébként pedig hát így a tervező asztal mellett, mert hogy nyilván ez számítógép mellett folyik nagy része már, gondolom, ennek a munkának is. Hát gondolom, valószínűleg több projekttel is foglalkozik párhuzamosan, és akkor mindig az aktuális a tervezé, meg gondolom, ki megy ellenőrizni. Beül egy kávézóba, ezt kávét, elővesz egy papírt, ceruzát, és amit megálmodott, azt papírra veti. Szerintem igen. Csak a nagy cégek keresnek jól, a kis cégek pedig hát szerintem megszűnnek inkább. Nem biztos, hogy talpon tudnak maradni ebbe a helyzetbe. Nagyon kitűnhet valaki a tehetségével, viszont hogyha nem elég tehetséges, akkor semmiképpen nem fog sokra, vagy nem fogja sokra vinni. Most az építészet nagyon visszaesett, mert kevés embernek van pénze építeni. Tehát most nagyon sok munkanélkülivé vált szerintem közülük, de akinek sikerül valami jó munkát megszerezni, az jól keres. Ez nagyon attól függ, hogy mik a kapcsolataik, meg hogy milyen cégeknél dolgoznak. Szerintem aki befutott, az jól keres, és a többi meg nem. Külföldön igen. Észak-Európában igen. Most hát itthon a válság miatt enyhén szólva a válságban az építészeti piacon, úgyhogy elég gyászos. Szerintem aki befutott, az igen. Aki még így a szakmai elején van, azt szerintem még nehezebben tud érvényesülni. A biztosan. Jobban, mint egy bölcsész. Nem egy olyan 7-es, 8-as. 7-es. 8? Hát szerintem 9-es. Szerintem egy 7-es, 8-as mindenképpen. Szerintem azért egy jó 8-tól 10-ig terjedő intervallumban mozog, tehát azért az egy olyan munkakör, amit sokan megbecsülnek. 8-es körül. 7-es. Szerintem egy ilyen erős 7-es, 8-ast megérdemel a történet. 8. Felnéznek az emberek az építészekre, úgyhogy mondjuk egy 7-es. 9,5. 10, nekem 10. Hát biztos vannak a megszállottak, akik építészettel töltik a szabad idejüket, tehát mindenfajta ilyen újságot olvasnak meg, magazint. De amúgy meg nyilván ők is normális emberek, és elmennek sportolni, és a családjukkal töltik az időt. Elmegy más városokat meglátogat, körbenéz, hogy más építészek hogyan gondolkoznak. Szerintem olyan nincsen neki. A tanuló építésznek biztos, hogy nincsen. Na jó, nem. Lehet, hogy hetente van mondjuk 2 órája, az pulizással tölti. Tehát, hogy nyilván ilyen dolgokban mindenki egy kicsit ugye be van zárva a saját világába, tehát, hogy biztos, hogy ő más, hogy megy nyaralni, tehát más néz meg, mondjuk a külföldön van, tehát amúgy is nyilván az ember hajlamos épületeket nézegetni, de ő nyilván más szemmel nézi a közösségi tereket, más szemekkel nézi, stb. De hát alapvetően nem tudok elképzelni olyan nagy különbséget. Inspirációkat keres a művészetekben, vagy a természetben, vagy egyéb épületekben. Általában szerintem olyan hobbija van, ami kicsit kapcsolódik ehhez, mint például a kettezés, vagy akármi, amit lehet hobbi szinten is űzni. Legóznak a gyerekeikkel, nem tudom.